A lakásépítési programnak és a családok támogatásának kezd beérni a gyümölcse, hangsúlyozta múlt heti közélet című magazinunkban, Szemerein nép Klaudia polgármester. A városvezető szavait támasztja alá az a tény, hogy a csütörtöki közgyűlésen ismét több óvoda esetében a maximális csoportlétszám túllépését engedélyezte a testület. A Korvina, a Ferencida és a Kálmán Lajos óvodák tagintézményeiben kellett megengedni, hogy több gyermek járhasson egy-egy csoportba. Jellemzően a város szélén található területeken volt a megengedethez képest nagyobb igény a gyerekek befogadására. Egyértelműen látszik ebből is a polgármester szerint, hogy változnak a szülői igények és szokások, amihez a városnak alkalmazkodnia kell. Átrendeződnek a, ezek az úgynevezett kultikus népszerű helyeink, és nagyon szeretnék ott, ahol megépítették a kis otthonukat, házukat, a közelében az óvodát és a bölcsödei kapacitást megtalálni. Látjuk ezt, ugye hetényegyházán elindult az óvodai bővítés, Kadafalván indítjuk az óvodai bővítést, bölcsödék épülnek ugye mind a két térségben. A város központ helyett egyre inkább a peremkerületek felé kacsingatnak a szülők, ha óvoda vagy bölcsöde választásról van szó. A polgármester kiemelte, ezeket az igényeket igyekszik a város minden eszközével kielégíteni. Hozzátette, azt is egy szerencsés tendenciának tartja, hogy közben a környező településeken, például Balószögön és Helvécián is hasonló beruházások és fejlesztések zajlanak, ami szintén azt segíti, hogy az ott élő gyerekek helyben nevelkedhessenek.